Nem tud gyors, hatékony válaszokat adni Európa legsürgetőbb, legégetőbb kérdésekre, ezt mondja Gajdi Csotto. Az újságíró szerint a migránsválság ékes példája annak, hogy jelenleg kétféle, erősen megosztott Európa létezik. Az egyik egy európai Egyesült Államok létrehozásában lát fantáziát, míg a másik fel az erős nemzetállamokban hisz. A vállaltan jobboldali szerkesztő a Nyíregyházi Polgári Szalon közönség előtt hangsúlyozta, a politikai vezetők többsége az unióban nem őszinte az emberekkel. Egy meghatározható csoportjuk, valamint az őket kiszolgáló média egészen más takar, mint az uniós választópolgárok többsége. Ebből pedig óriási harc várható, és a tét, hogy kikerekedik felül Véli Gajdi csottó. Az újságíró szerint ez a két oldal Magyarországon is küzd egymással az nagyon fontos lenne, hogy megértsük azt a reformkori jelszót, hogy jelszavaink valának haza és haladás. Ezt nem szabad kicserélni vagyra. Azt veszem észre, hogy azok, akikkel ma vitám van, vagy vitája van azoknak, akik az én táboromba tartoznak, ha lehet ezt így mondani, azok haza és haladásban gondolkodnak. Még vannak olyanok, akik a haladást előre teszik, sőt, már el is felejtették, hogy valaha volt hazájuk. Gajdi Csottó szerint a nemzetállamokban gondolkodó országokkal érdemes összefogni, külön kiemelt a szomszédos Szlovákiát és Lengyelországot, amelyek migráns kérdésben hasonlóan gondolkodnak, mint a magyar kormány és a magyar emberek többsége. Az újságíró hozzáfűzte, az emberek Ausztriában és Németországban is hasonló intézkedéseket várnak, mint amit a magyar kormány megtett, azonban ezeket az ottani politikusok csupán most a helyzet fokozódásakor kezdenek belátni. Gardi csató szerint, ha az európai államok többsége nagyobb összhangban működne, nem kellett volna idáig eljutni, ehhez azonban hagyni kellene, hogy a különböző villemények kendőzetlenül is megjelenhessenek, a szerinte többnyire egyoldalú nyugati médiában.